Hello! Jó reggelt, hallani? Sziasztok! Csütörtök van. Szervasz, Elektromiska. Csütörtök van, úgyhogy 10 óra, kezdjük az órát. Ugye, pörgessük a jelenlétévet is, tehát ahogy ideérünk, ez mehet rögtön. Jó, úgyhogy folytatjuk a 8. fejezetet, ugye elkezdtük az emnisztes példákat nézegetni. Eljutottunk valameddig, volt szó sok mindenről, ilyen bevezető jelleggel, deep learningről, meg neurális hálókról, meg általában a gépi tanulásról is. De nyilván még azért van teendőnk, tényleg csak ránéztünk ezekre a forrásokra. Úgyhogy most ezeket így kicsit pótolgatnánk, meg mutatnék egy pár új dolgot is. Na most minden nem fogok tudni ma megmutatni, amit akartam, mert nem volt időm összeszedni az anyagokat. Úgyhogy jövő héten még biztos fogunk ezzel foglalkozni, legalábbis hogyha ha sikerül fölélesztenem, amit szeretnék, meg összeszednem. De most még azért fogunk ezen dolgozni. Jó reggel, sziasztok! Jó, úgyhogy ha esetleg van kérdés a előző, tehát a hétfői anyag kapcsán, amit hétfőn beszéltünk, azt nyugodtan most is be lehet dobni, meg hát ahogy szoktuk, ilyen aszinkron módon bármikor mehet. Jó, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek. Oké, és na, akkor hogyan is állunk, meg mit is kéne nézni? Ugye múlt héten valahol itt hagytuk abba, emlékeim szerint legalábbis. Hát picit igazgattam a forrásokon, mert nagyon keszekusza volt. Föl fogom ezeket majd tenni valahova. Szerintem az én könyvrepómba, meg majd szerintem a könyvet is rendbe teszem, csak most még kicsit szűkösen vagyok idővel. Szóval ez volt ez a sima softmaxos emniszt tulajdonképpen. Mondjuk mindegyik softmaxos lesz, de igazából itt ugye ez, hogy a neurális hálónak a kimenetét ilyen softmax függvényen áteresztjük, és akkor abból áll majd nekünk össze az, amit látnunk is kell tulajdonképpen. Tehát ez fogja majd nekünk megmondani, hogy melyik osztályból is való az a számjegy, amit mi odaadtunk neki. Nyilván most mondhatnánk, hogy már ez is egy deep, de azért ezt még nem mondanám egy deep neural networknek. Inkább mondanám majd ezt, amiben már egy ilyen konvolúciós háló is van. Át fogjuk beszélni ezt most úgy valamelyest, de igazából próbáltam minél inkább leegyszerűsíteni ezt a forrást, hogy tényleg látszódjon az, hogy nem azt mondom, hogy egyszerű, de azért így Pythonban viszonylag egyszerű megírni ezeket a modelleket, illetve hát elkészíteni ezeket a neurális háló modelleket, jó? Úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagyon egyszerű kis megvalósítás, jó? Fogunk erről majd beszélni, illetve hogy mivel fogjuk kiegészíteni. Szóval, ha jól emlékszem, akkor itt hagytuk abba múlt héten, pontosabban hétfőn, hogy ezt kipróbáltak, de erősítsetek meg, hogyha így volt, vagy száfoljatok, ha nem így volt. Jó? De emlékeim szerint ezzel fejeztük be, és akkor ennek odaadtunk egy képet, de mindjárt ezt meg is tudjuk nézni, hogyha minden jól megy. Hogyan is volt? És akkor itt a példákba. És akkor ugye itt annyiban írtam át, hogy most már nem nincs itt beégetve a file név, hanem parancsori argumentumként kell átadni. Hát most adjuk át neki ezt az ötöst. Reméljük működni fog.
Jó, hát ezt így kiteszem nagyból, jobban látszódjon. Akkor talán valami ilyesmit, ilyesmit néztünk. És akkor néztük, hogy ott a, ugye a loss függvény az, vagy hát a loss az szépen csökken, ugye az accuracy szépen, szépen növekszik, ugye az, hogy mennyire hatékony a neurális hálunk, tehát hogy a tanítás mennyire sikeres. Jó, és akkor a végén kiír egy tesztadatbázisra is egy értéket, és hát az ötösre nekünk kiírta az, hogy a szám az 8. Úgyhogy a lényeg, hogy jól dolgoztunk. Fogadjunk, hogy ha lefuttatom újra, akkor már jó lesz. Nyilván lehetne még dolgozni ezen a modellen, meg úgy a kép is. Hát igen, majdnem, tehát közel volt. Meg hát nyilván a kép se feltétlenül olyan, ami ennek kéne, már a bemeneti kép. Ott az átalakításoknál lehetnek gondok. Tehát ott a különböző transformációknál, amikor méretre szabjuk a bemeneti képet. Mindjárt megnézzük, hát ha most jó lesz. Na, most jó, most jó. Jó, mondom, ezzel most ne feltétlenül foglalkozzunk. Nyilván itt a hatékonyság, meg ez az mindig egy kérdés. Most ez talán nem olyan érdekes. De furcsán teszi ki. Kicsit áthúzom, hogy látszódjon jobban a terminál. Jó, na mindegy, amit itt még mondanék, hogy... Ugye van itt egy pár ilyen adminisztratív dolog, ezzel most ne foglalkozzatok, majd hogyha valaki GPU-n szeretné futtatni, ezt érdemes elé tenni. Nekem is voltak gondjaim így a DNN library-ével a CUDA-nak, tehát az Nvidia DNN library-vel. Majd a forrásban látni fogjátok, hogy ez pontosan mit is jelent. Jó, akkor a másik, hogy... Ugye itt betöltjük az adatbázis, itt méretre szabjuk, ez kb. Ugyanaz, mint az a sima példában volt. És akkor ugye itt van maga a neurális háló, tehát gyakorlatilag a modell, amit mi használunk. Ugye ebben van egy konvolúciós réteg, van egy ilyen max pooling, majd megnézzük. Mintha úgy rém lett volna, hogy két konvolúciós réteg van benne, de akkor az lehet, hogy a másik a következő lesz. Jó? És akkor itt vannak ilyen klasszikus... Ez a sima dense réteg, ugye ilyen relu aktivációs függvénnyel, meg van egy dropout réteg, meg még egy ilyen sima dense réteg, egy softmax activationnel. Ugye itt 10 epochra futtatjuk, tehát 10 iterációja lesz tulajdonképpen ennek a tanítási folyamatnak. Hát ezt lehetne növelni 100-ig, 1000-ig. Itt most ennél az egyszerű kis problémánál, amit ugye az MNIST diktál, itt szerintem ennél több annyira nem kell. Hát ennél jobb hatékonyságot, hát nyilván el lehet érni, ugye ez a tesztadatbázisra a hatékonyság. Nem tudom, hogy itt ennél a feladatnál most ez érdekes-e. Jó, és akkor itt van egy kis kiértékelés, és tulajdonképpen itt csináljuk azt, amit, tehát ugye beolvassuk a képet, átalakítjuk, itt látjuk, hogy van egy ilyen kis átméretezés is, hogy jó legyen, és ugye beadjuk a neurális háló bemenetére, jó? Már a feltanítottnak, jó? Tehát ez már a prediktálás, ugye, hogy magát a képet betöltjük ennek a föltanított neurális hálónak, és ezt a predikcióba megnézzük, hogy mi lesz. Tehát akkor írjuk ki ezt a predikciót, mert szerintem ezt nem néztük meg. Hát most nagyon ilyen fajék egyszerűséggel fogom csinálni. Reméljük, hogy jó is lesz. Ugye, újra futtatjuk. Nyilván majd nézünk olyan példát, hát már ma is, hogy nem kell mindig ezt a tanítást megcsinálni. Jó, tehát nyilván amikor alkalmazásban vagyunk, akkor már egy feltanított neurális hálót használunk. Fogunk ilyet ma nézni, hogy ez hogyan is néz ki működés közben. Ó, szépen végigfut. Jó. Elmaradt a print. De miért maradt el? Reggel van nagyon. Ráadásul úgy indult a nap, hogy újra kellett telepítenem itt Linuxon az Nvidia drivert, és meg a CUDA toolkitet is. Funny. Mondjuk már bejáratott dolog, tehát igazából...
Igen, hát ez Ubuntu, ez vannak ilyen furcsa dolgai. De hát ingyenes oprendszer, azért nagy csodát nem kell tőle várni. Jó, na lássuk, mit ír ki nekünk. Okés. Na, hát most ez 9 lett, érdekes módon. Jó, ugye itt látjuk, hogy a softmaxnak a kimenete kiír nekünk ilyen számokat. Hát ezek valamilyen valószínűségi, hát értékek lesznek, fogalmazhatunk úgy. Hát itt most valami nagyon elment, mert ennek nem így kéne kinézni, de majd megnézzük a következő példába. Ott elvileg jó szokott lenni, hogy itt valamilyen értékeket mond nekünk. És látjuk, hogy itt 10 különböző érték van. Ez azért van, mert ennek a neurális hálónak az eredménye az, hogy valamilyen osztályba betegye nekünk a tulajdonképpen a kiértékelést. Hogy pontosabban fogalmazzak, hogy itt meg fog jelenni egy olyan valószínűségi szám, hogy milyen valószínűséggel tartozik az az input valamelyik osztályba. Jó, tehát ráadunk egy képet, a kép szépen végigfut a neurális hálón, kijönnek ilyen számok, amiket itt látunk. Hát mondom, a következő példa majd jobban fogja ezt remélhetőleg szemléltetni. És nyilván nekünk azt kell kiválasztani, ami a legnagyobb valséggel. Tehát ami a legnagyobb valségű. Jó? Hát itt most a 9 legnagyobb valségű, fogalmam sincs, hogy miért. Hát ezt adta a neurális háló kimenete. 5-öst adtunk, 9-es lett. Következő az jobban fog működni. Jó? És akkor itt tényleg azt mondja meg, hogy mondjuk az a szám, amit beadtunk, az ilyen, hát itt ez valami nagyon kicsi szám, ugye azt látjuk. Hát itt meg egy telibe egyes. Hát nagyon érdekes. Jó, de mondom, a következőnél megnézzük, mondom, ez csak így ez a predikció, tehát ez a kimenete tulajdonképpen a softmaxnak. Jó, úgyhogy ezt kell nekünk nézni. Osztályozásnál tipikusan ez így szokott kinézni, hogy valamilyen valséggel valamit mondunk arról az objektumról, ami a képen van. Hát aztán lehet ezt cizellálni, hogy ott szegmentálgatunk, és akkor, hogy egy képen akár több objektumot is felismerünk, de mondom, ez most csak ilyen nagyon egyszerű kis példa. Jó. Na, akkor menjünk is tovább, mert szerintem az MNIST az úgy nagyjából ennyit érdemel, majd mindjárt itt még fogunk implementálgatni valamit. Itt kérdezed, hogy két számjegyet fel tud egyszerre ismerni. Hát szerintem ez nem. Ott előtte kell egy kicsit szegmentálgatni meg ott föl kell, tehát külön ki kell szedni az egyes objektumokat. Fogunk erre most már ma példát nézni, nem számjegyekre, hanem rendes objektumokra. De azhoz még kell dolgozni. Szerintem ez a modell, ahogy így most van, ez nem tudja. Mármint, hogy ez nem is a modellen múlik igazából, mert a modell az csak a képen lévő számot ismeri föl. Hogyha van egy mit tudom én, egy papírod, amin van 5-6 szám, akkor először azt csinálod, hogy fölismerteted vele, hogy hol van szám. És azokat a kis képrészleteket külön kivagdosod, és azt odaadod a neurális hálónak. Jó? És a neurális háló meg majd fölismeri, és visszadobja, hogy az mi az. Tehát igazából ez nem is a modellen múlik. Jó? Tehát további tanítást ezt nem igényel, de mondom, mindjárt fogunk nézni egy ilyet, csak még itt még kell egy kicsit hekkelgetni. Jó. Okés. Na. Mit is akartam? Kéne egy kis vizualizáció, mert a vizualizáció nagyon fontos. Ugye itt látjuk, hogy vannak nekünk ilyen értékeink, ilyen loss, meg accuracy, meg sok más egyéb. Most ezzel a kettővel fogunk foglalkozni. Na most erre van egy nagyon jó eszköz. Hát nem is tudom, hogy a TensorFlow-on belül van-e. Vagy amellé adják, ez a úgynevezett tensorboard, ahol nagyon jó kis vizualizációkat tudunk készíteni. Úgyhogy most erre fogunk itt megírni egy ilyen kis supportot. Hát supportot idézőjelbe, mert nem is support ez, hanem tulajdonképpen csak az, hogy látni szeretnénk ezeket a értékeket ilyen szép grafikonon. Most nyilván egy nagyon egyszerűt fogok megmutatni, tényleg csak ezt a két számot fogja nekünk ilyen kis grafikonon kirajzolni.
meg majd még egy dolgot, de azt majd akkor, ha odaérünk. Tulajdonképpen ez loggolnunk kell azt, hogy mi is történik így a tanítás során. Úgyhogy ezt kezdjük is el csinálgatni. Most anélkül, hogy különösebben kitérnék arra, hogy a TensorBoard maga hogy működik, mert nem is igazán érdekes. Hogy nyilván kell nekünk egy logdir, amiben majd beletesszük a logot, tehát az, hogy na, csak sikerült megnyitnom nekem. Jó, tehát kell egy logdir, akkor ugye nyilván egy file-ba fogjuk menteni, majd kell nekünk egy ilyen filewriter, és akkor ugye a TensorFlow-nak ilyen van egy ilyen summary library-je, vagy hát ilyen loggoló library-je tulajdonképpen, ami ezt tudja nekünk csinálni. Hát lassan tényleg át kéne térnem valamilyen advanced-ebb idére, mert nagyon jó a Sublime, csak a hibákat nem jelzi. Aztán... Közben itt ki van nekem nyitva a API doksi is. Jó, és akkor elvileg kell még nekünk majd egy ilyen callback-et csinálnunk hozzá. Amit majd a compile-nak kell, bocsánat, a fit-nek kell átadnunk. Is van. Igen, kell neki a logdir. Ami nekünk itt ez a TB logdir. Jó, és kell neki még egy ilyen ez a profile batch. Remélem nem írtam el sehol. De majd futtatjuk, aztán kiderül. Jó, és akkor elvileg még ide a feedback kell nekünk a maga a callback-et betenni. És ide egy ilyen tepőbe be vagy egy vektorba felsorolni. Hát elvileg jó is, de mindjárt lefuttatjuk, aztán kiderül. Elmentettem, nézzük. Biztató. Sziasztok, üdv mindenkinek, annak is, aki kicsit később érkezett. Hát ez általában mindig egy ilyen időigényes folyamat, és ez a 10 epok, ez igazából nem is sok, tehát valamikor tényleg ilyen napokig futnak ilyen modellek, tehát... Oké, és na hát úgy néz ki, hogy jól dolgoztunk, de mindjárt megnézzük. Aha, most jött nekem ez a mappa, ennek kellett létrejönni, ugye? Így van. Jó, és ebben a CNNTB-ben vannak ilyen logok, amit mi most megnyitunk. És akkor hogy tudjuk megnyitni? Ugye simán ugye, indítjuk a TensorBoardot, és akkor a logdirt átadjuk neki. Jó. Szuper, és akkor ez nekünk itt lokálhoztan elindít egy ilyen kis szerverszerűséget,
amit itt szépen meg tudunk nyitni. És akkor itt rögtön látunk már itt kirajzolva ilyen kis grafikonokat, hogy ugye az accuracy hogyan alakult így a folyamat során. Hát a losszal, mintha valami történt volna, mert ennek nem így kéne kinézni. Miért nem vitte végig a loszt? Nagyon érdekes. Mindegy, majd a következőnél megnézzük, ott jó szokott lenni. Oké, és tehát ugye látjuk itt az accuracy-t, ja, de itt a loss persze, mert ez a test adatbázis, a validation adatbázis, jó, elnézést, még mindig reggel van. Jó, tehát az accuracy itt van, ugye a tanító adatbázisra, a loss pedig itt van. Hát itt a validation datasetet azt nem néztük lépésenként, azt a végén néztük csak meg, ezért van csak egy lépés. Visszakattintok itt a terminálba, akkor itt látjátok is, hogy ugye ez a loss és ez az accuracy, ez a tanító adatbázisra van. Tehát amire tanítjuk a neurális hálónkat. És ugye a teszt adatbázisra csak itt a legvégén nézzük meg, hogy hogyan alakul. Tehát ez egy jóval kisebb halmaz, mint általában ez mindig is így van, de csak egy lépésben nézzük, jó? Ezért van az, hogy a grafikonon is csak annyit látunk tulajdonképpen. Jó? De nézzük, ugye itt van nekünk ez akkor ez így rendben is van. Hát itt ilyen ugrások vannak, ez olyan furcsa kicsit. De mindegy, a lényeget látjuk, hogy látjuk itt az accuracy, az szépen megy fölfele, a loss meg szépen megy lefele. Hát a legtöbb mém oldalon ezen már mondanák, hogy ez egy state of the art, tehát ez a legjobb, ami létezik a világon, de azért ne vízzük el magunkat, de a lényeg, hogy valami ilyesmit kell látnunk. Okés. Na, grafikon rajzolásban már jók vagyunk. Még egy dolgot megnéznénk is, erről múlt héten nem volt szó. Ugye, hát remélem jól látszódik. Okés. Hogy erről nem volt szó múlt héten, hogy mi is ez a TensorFlow, meg hogyan is működik. Na most nyilván részleteiben nem akarok belemenni, illetve tényleg annyiról volt szó múlt héten, hogy egy nagyon jó kis library vagy API ilyen gépi tanuló modellek építéséhez, meg gépi tanuló modelleknek a működéséhez. Kajusz, a jelszó Schwarzenegger. Igen. Hát, kár, hogy leírtátok. Vicces lett volna, amúgy. Jó. Oké, és na, lényeg a lényeg, hogy ugye itt most nem feltétlenül akarok arról beszélni, hogy pontosan hogy működik a TensorFlow. Inkább csak azt kéne most nekünk átbeszélni, hogy ez egy kicsit más jellegű ilyen, hát, programozási paradigma, talán mondhatnánk így. Ugye látjuk azt, hogy ugye itt van nekünk a modellünk, tehát itt van egy ilyen konvolúciós réteg, itt van egy ilyen max pool, ugye itt van ez a dense neurális háló réteg, akkor utána van a dropout, és hogyha összehasonlítjuk a modellel, amit írtunk, megpróbálom egymás mellé tenni, nem tudom, ezt meg nem tudom eltüntetni, fogadjunk. Jó, hát úgy nagyjából látszik, hogy ugye itt szépen megyünk egymás után, és így gyönyörűen látszik, ahogy a neurális háló egyes rétegei épülgetnek egymás után. Ja, most ezt le is csukom, hogy jobban átlátható legyen. Na most ez az, amit úgy hívnak, hogy adatfolyam programozás. És szerintem erről Norbi is fog majd beszélni a vagy előadáson, vagy laboron. Hát ezt majd ő eldönti, majd meglátjuk. Tehát adatfolyam programozás, és ez az, amit itt gyönyörűen látunk is. Ugye nyilván első rétegünk egy ilyen konvolúciós háló, és hát ezt így meg is tudjuk nyitni, ilyen kicsit nagyobb, hogy látszódjon, hogy mi is történik itt. Ugye itt látunk ilyen kis, hogy mi a bemenete, mi a kimenete, itt ugye látjuk a shape-et, tehát az, hogy mit is, milyen alakzatot vár tulajdonképpen ez erre a bemenetre, meg hogy mi is a kimenete, és hogy ugye ennek a neurális hálónak a kimenetét adjuk rá itt erre a max pooling rétegre, és hát ennek
milyennek kell lennie tulajdonképpen. Jó? De a lényeg, hogy, hogy ugye adatfolyam programozás, hogy ugye vannak nekünk ilyen csomópontjaink, ahol történik valamilyen számítás, illetve vannak nekünk, látjuk, ilyen kis nyilaink, mintha egy ilyen kvázi gráfon mennénk, ahol pedig maga az adat utazik. Jó? Tehát itt szépen jön az adat, rátesszük erre a csomópontra, ebbe a csomópontba történik valami, hát itt most ez egy ilyen konvolúciós neurális háló. Igazából itt nagyon egyszerűen lehetne egy sima összeadás is, vagy szorzás, vagy bármilyen egyéb matematikai művelet. Hát mondjuk a bármit értsd, hogy nyilván ami értelmezve van erre az adatra. És itt kiértékelődik tulajdonképpen a bemenet, ugye, tehát kiértékelődik, aminek itt ki kell értékelődni, és az adat szépen megy tovább. Jó, hát itt most mondom egy ilyen konvolúciós neurális hálóval, ezt is talán ki lehet nyitni. Hát itt már ilyen alacsonyabb szintű dolgok is vannak, ahol itt olvasunk valamit, ugye itt van ez a konvolúciós háló. Itt is nagyon sok mindent meg tudunk nézni, hogy milyen attribútumai vannak, meg milyen bemenete, kimenete, stb. Most ilyen mélységig tényleg nem biztos, hogy érdemes ebbe belemenni. Úgyhogy ezt itt be is csukom. Mondom, be is csukom. Hát nem csukom be. Azt mondta, hogy ma nem. Not today. Jó, na mindegy, a lényeg, hogy itt megy tovább az adat. Ugye itt beszéltük talán múlt héten, hogy ugye nyilván valamilyen kis zajt adunk hozzá, mert ugye a konvolúciós réteg így működik, pontosabban ebben lévő neuronok így működnek, és akkor szépen itt megyünk tovább, és véget is ér tulajdonképpen ez a csomópont. Jó, és akkor itt szépen megyünk tovább, itt meg tudjuk nézni a MaxPool-t is, hogy hogyan működik, itt van maga a MaxPool művelet, tehát egy ilyen identity, hogy csak így továbbadja tulajdonképpen a következő rétegnek, akkor itt van nekünk egy ilyen flatten réteg, ami igazából csak így úgymond kilapítja idézőjelbe a bemenetére adott alakzatot. Látjuk is, hogy itt a igen, hogy itt ugye a bemenetünk az ugye a MaxPool rétegből érkezik, annak van valamilyen alakja. Látjuk, ez egy ilyen 13x13x28-as mátrix, mondhatjuk így, ilyen háromdimenziós mátrix. Ugye a kimenete meg egy ilyen, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy egy vektor lesz, ami ugye ennek a következő rétegnek lesz majd a bemenete. Jó, látjuk, hogy ez ilyen bemenetet is vár. Oké, és tehát ugye itt van nekünk ez a kimenet, ez meg ez a következő réteg, ez a dense réteg, meg ilyen bemenetet vár. Jó? Oké, és na mi van még itt? Ugye itt van nekünk ez a dense réteg, ugye ebbe a dense rétegbe itt van egy ilyen mátrix szorzás, itt is zajt adunk hozzá, ugye utána mit beszéltünk, hogy ugye a neuronoknak ugye az aktivációs függvénye, itt megvan ez a relu aktivációs függvény, ez itt érvényesül, úgymond, tehát kiértékelődik, majd ezt szépen továbbadjuk. Jó? És akkor itt jön a dropout réteg, még egy dense réteg, stb. Stb. Jó? A lényeg az, hogy amit itt látunk, hogy ez itt szépen szekvenciálisan fog végbe menni, tehát itt szépen jön az adat, odaérkezik egy ilyen csomóponthoz, ott kiértékelődik, és szépen megy tovább az eredmény. Jó? És ez így szépen végigmegy nekünk a teljes adatfolyam gráfon. Jó? Oké, és na hát ezt mindenképpen akartam még mondani, hogy ez ne maradjon el, mert egy elég fontos része a dolognak. Szerintem fog erről Norbi is beszélni, meg ha jól emlékszem, van egy előadás a fönt, na mindjárt mondom, Prezin ezzel kapcsolatban. Szerintem lesz egy téma. Jó? Oké, és na és akkor ezt a gráfot így ki lehet exportálni ilyen PNG-be, vagy lehet, hogy a gráfot, nem csak a grafikonokat, és akkor elvileg ez ki is tette nekünk ide. Hát, vagy nem. Ha jót nézek, akkor talán meg lesz. Nem. Na mindegy, valahogy ezt ki lehet exportálni ilyen kis PNG-be, és akkor be lehet tenni ilyen beszámolóba, cikkbe, a könyvetekbe be lehet majd tenni. Jó? És akkor ott már majd ezt lehet mutogatni. Jó. Elvileg ez Windowson is simán kell, hogy működjön. De azért mondom, hogy elvileg, mert sose próbáltam ott. Tehát nem tudom, hogy ott
de elvileg működnie kell, hát Python van, kudatókit van, szerintem simán kell működnie. Jó. Windowson nem hackerek ilyeneket, elég szívás az Ubuntu is. Jó, nem kell még magamnak pluszba a program. Jó. Na, ezzel kapcsolatban van-e kérdés esetleg, mert hogyha ha nincs, akkor mennénk tovább, de nyugodtan akár ez a grafikon, akár a forrással kapcsolatban, akár ez az adatfolyam programozással kapcsolatban nyugodtan kérdezzetek. A jelszó egész héten ugyanaz. Schwarzenegger. Jó. Egyébként redundáns a rendszer abban az értelemben, itt is elmondom még egyszer, hogy mert érdeklődtek a napokban, hogy az is jó, hogyha ide beírjátok, hogy jelen, az is jó, hogyha oda bekattintjátok magatokat, mindegy. Jó? Mert a kettőt majd összemörzsölöm, és akkor abból lesz a rendes jelenlét. De igen, én élőben nyomom. Jó, okés. Tehát én nem relive-olok. Jó. Tehát vagy hétfőn, vagy ma dobjátok be ide a chatbe, hogy jelen, egy héten elég egyszer, és vagy ide beírjátok a chatbe, vagy az e-learningen a jelenlét évbe. Jó. Most már rájöttem arra, hogy hogyan lehet úgy megcsinálni, hogy bármikor be tudjátok írni magatokat. Most már így jövő héttől így fog működni. Jó, én itt a hétfőn elmondom a jelszót, hogy mi az adott heti jelszó a jelenléti hívhez, és akkor oda be tudjátok magatokat írni. Jó, de az is jó, hogyha itt jelzitek, hogy jelen vagytok. Okés, rendben van. Na, akkor látom, hogy nincs kérdés. Ugye ez volt az a rész tulajdonképpen, amit a könyvben így szerintem fel kell dolgozni, de mondom, majd Norbi is fogja írni, hogy és mit. Ez szerintem egy megoldás lehet. Ugye a sima softmaxos amnistent, meg a deep amnistent néztük át. Meg volt egy kis felvezetés, meg blablabla. Bla, úgyhogy ezeket kéne majd szerintem így feldolgozni. Ezeket a forrásokat kirakom, de mondom, meg tudjátok írni újra magatoktól is, mert itt van videóban nyugodtan. Ugye megnézhetitek, de szerintem föl is fogom tenni, mert miért ne. Jó? Úgyhogy igen, Ranger Fox. Jó? Tehát mondom, ezt használhatjátok nyugodtan. Igazából semmi különös nincs, mert a TensorFlow-s példák alapján megy. Jó? Tehát ami itt van a TensorFlow-nak az oldalán, ezt szerintem mutattam múltkor is. Ugye van ez a azt hiszem itt az introductionnél van. Így van itt a tutoriálok. Jó? És ez tényleg nagyon masszív anyag, tehát ez tényleg elég sokáig elmegy, mi is meg fogunk nézni sok mindent. És akkor itt a beginnernél van például ez az alap image classification, ez a, ha jól tudom, nem, ez a ruha adatbázisos. Na, akkor hol is volt? Nem itt. Hol volt? Lehet, hogy itt. De ez olyan nem bevezető. Nem, ezt fogjuk ma megnézni még. Na mindegy, itt a tutoriáloknál itt lesz, az biztos. De szerintem lehet ez a Quick Start. Igen, ez az. Ez a Quick Start for Beginners, ez az alap MNIST, tehát a sima bevezető MNIST. A másik pedig, hát lehet, hogy akkor az Experts. Hát, szerintem akkor ez. Na mindegy, streamből vissza tudjátok majd a videón nézni, és akkor ott nyugodtan reprodukáljátok azt, amit itt most csináltam, és akkor szerintem az rendben lesz. Jó? Egy pillanat, folytatjuk.
mondom, lassan jön a allergia szezon is, aztán már nem lesz annyira jó. Oké, és na, lépjünk egyet tovább, és akkor nézzünk meg egy másik modellt. Na most az félig meddig így előkészítettem. Remélem meg is találom. Ez már szerintem nem része a tananyagnak, legalábbis nem közvetlenül, bár szerintem ettől még érdekes. Jó, hát most be fogom ide dobni a szokásos szövegeket. Hogy is kéne ezt? Ide az órába fogom elmenteni. Már megnézzünk egy másik ilyen Object Detection modellt. Pontosabban ez már objektumfelismerés modell lesz, és ennek kapcsán írunk egy nagyon egyszerű kis hálót. Ez pedig a cifár adatbázis lesz, vagy hát a cifár, hát igen, adatbázis. Ugye ennek van egy ilyen százas megfejtése is. Ugye a kettő között az az különbség, hogy ez 10 osztály, ez meg 100 osztály. Jó? Hát meg szerintem van ennél nagyobb is. A lényeg, hogy mi most a cifár 10-et fogjuk megnézni, mert majd a föltanítást is végignézzük. És nem akarom a százast végigcsinálni, mert ez baromi hosszú idő lenne, mire azt rendesen föltanítjuk. Bár mondjuk, ha más nem, addig lehet egyetemi mémeket nézegetni, de maradjunk egyelőre a 10-esnél. Jó, és akkor látjuk, hogy ezekre a osztályokra fog nekünk működni, tehát ilyen bemeneteket fogunk majd neki adni. Látjuk, hogy ezek is nagyon ilyen kis képek, hogy ezek a 32x32-es színes képek. Ugye itt ez majd annyiban lesz más, hogy ugye a számoknál ugye egy szürke skálás képet kellett adnunk. Itt most nekünk ez egy színes képet fog várni bemenetként. És ugye osztályonként 6000 ilyen kép lesz a tanító adatbázis. Így van. Jó, de szerencsére azért olyan sok nehézség nem lesz, hasonlóan fog működni egyébként, mint a MNIST-es is. Csak itt most már ilyen, hát most mondom, hogy objektumokat fogunk fölismerni, de itt azért vannak állatok is, arra még nem mondom, hogy objektum, de mindegy. Jó, tehát ezt fogjuk most elkészíteni. Na, és akkor ami nekünk szerencsénk van, hogy a Keras datasetjei között ez ott van, tehát nem nekünk kell kézzel letölteni. Régebben emlékszem, így kézzel kellett letöltögetni ezeket a adatbázisokat, meg hát nagyon nagy szívás volt, főleg így az 1.0-as TensorFlow előtt, meg még utána is egy darabig, de hát nyilván egy beta verziós, beta állapotú library volt, API volt, ott még azért nagyon sok minden kiforratlan volt. Jó, és akkor nyilván itt a datasetek között, ugye a Keras datasetek között kell nekünk turkálni, és akkor így simán csak megadjuk, hogy a cifár 10-et akarjuk mi használni, és ugye a load data taggal tudjuk ezt leszedni, és akkor ugyanúgy, ahogy a múlt héten is néztük, már csak kirakom nagyba, mert akkor jobban látszik. Olvasható vagy? Hát lehet, hogy egy kicsit nagyítok rajta, és akkor így jobban olvasható lesz. Na és akkor ugyanúgy, mint ahogy a múltkor, itt is ugye a train image, meg train label, test image, test label lesz a tulajdonképpen ahova beolvassuk ezt az adatbázist, vagy ezt a datasetet. És akkor ugye kell ide a train labels, ide pedig ugyanaz, csak a test. Jó, és akkor ezzel egy ilyen, mi ez az árójel itt? Ugye ezzel már ez ilyen úgymond előkészített adatbázist be is olvastunk. Ugye egyrészt ugye nyilván a train image train label, meg a test image test label. Most nem tudom, hogy arról volt-e szó, hogy mi ez a label. Ugye nyilván ami itt az adatbázisunkban van, vagy hát ebbe a datasetbe van, azok föl vannak címkézve. Jó? Tehát ez egyfajta ilyen, hát supervised learning, elnézést, hogyha valamit rosszul mondok, mondom, nem vagyok nagy deep learning szakértő, de ugye ezek nyilván fel vannak címkézve.
Jó, tehát ami itt van nekünk, tehát ami képek itt ebbe a datasetbe vannak, ezekről mindről meg van mondva, hogy az most egy kutya, vagy repülőgép, vagy béka, vagy micsoda. Jó, tehát ez mind-mind megvan, tehát így föl vannak címkézve ezek a képek. És akkor nyilván ez külön van ugye a train image-re, meg a test image-re, és ugye nekünk külön kell szedni, majd ugye a test image-re külön fogjuk ezt kiértékelni. Jó. Viszont ezek a labelök szerintem csak ilyen sima számok ebbe az esetbe. Tehát mondjuk, hogy a nullás osztály az nullás labelt kap, az egyes osztály egyes labelt kap, és ugye nekünk azért ezt külön meg kell mondanunk, hogy melyik osztály micsoda, és akkor erre, mármint, hogy nem kell megmondanunk, hanem igazából hozzá kell rendelnünk valamilyen szót, hogy mi is az. Jó? Mert ha az eredménybe kírja nekünk az, hogy a felismert objektum 1, arról nem nagyon fogjuk tudni, hogy az micsoda, úgyhogy egy külön ilyen kis string listába kigyűjtöttem itt, ezt copy-paste-elni fogom, mert nem biztos, hogy olyan izgalmas ezt megnézni. Tehát ezt így hát kigyűjtöttem nektek, jó? És akkor látjuk azt, hogy itt ilyen repülőgép, meg autó, meg kutya, meg macska, meg nem is tudom, mi van itt, frog, ez az amaz, jó? Tehát ilyen osztályaink vannak, ugye ezek az osztályok vannak ebbe a cifár 10-es datasetbe. Jó. Na és akkor ezután jön a modell. Na most ez a modell, ez már tényleg a példa alapján van. Tehát, hogy ugye ott, amit mutat, fel is villantottam ugye a hivatalos oldalán a TensorFlow-nak. Sequential, bocsánat. Jó. És akkor így szépen a modellhez hozzá tudunk adni egyesével layereket. Hát első körbe hozzáadunk egy ilyen konvolúciós réteget. Ugye ahogy van is a... fönt ugye az oldalán a TensorFlow-nak, ezt ugye paraméterezzük, nyilván itt meg kell neki adni azt, hogy ez milyen réteg legyen, tehát az, hogy nézzen ki. Most ebben nem akarok belevenni, ezt majd nézzétek meg a API docsiba, hogy ez pontosan hogy van. Nyilván itt azt mondjuk meg, tehát paraméterezzük magát a konvolúciós hálót. Jó, nyilván itt is adunk egy aktivációs függvényt, ugye ez most ez a sima relu lesz, hát a legtöbb helyen amúgy ezt használják már, mert legalábbis ilyen hálókban ez jól működik, és ugye még kell neki adni egy ilyen input shape-et, ahol azt mondjuk meg, hogy milyen legyen a bemenetnek a formája tulajdonképpen. Hát ugye, ahogy beszéltük, ez egy 32x32-es színes kép, jó, tehát 32x32 pixel, és ugye 3 színcsatorna. Jó. És remélhetőleg jól dolgoztunk. Jó. Hát, de ez még csak egy réteg, nyilván itt majd jön a következő. Lehet, hogy legközelebbre ezeket a layereket így megírom külön, és akkor nem kell mindig így kézzel bepötyögni. Ugye itt adunk egy ilyen max poolingot. Mondom, ez az, amit tényleg ad a TensorFlow oldal. Mondom, majd mindjárt kitérünk erre, jó? Mert azért nem biztos, hogy így van, ahogy mondod, majd mindjárt átbeszéljük, csak ezt befejezem még. Jó, akkor még egy modell. Ugye itt is, ahogy a dikta, itt is egy ilyen konvolúciós réteg jön. Ugye ez már ilyen 64-es réteg lesz. Jó, itt is a relu lesz a aktiváció. Ugye itt most input shape-et nekünk nem kell adni, mert ugye az előző réteg majd adni fogja, hogy itt már mi az input layer, tehát azzal rendben vagyunk. Ugye akkor itt, ahogy látom, jön még egy max pool, csak közbe puskázok ugye a modellről, hogy az hogy épül föl. Oké, és jó, jön még egy konvolúciós réteg, és utána már csak a administratív dolog,
Ugye jön még két dense réteg, de ahhoz, hogy dense réteget tudjunk adni, kell egy flattening. Így van, és akkor itt már jön a két dense réteg. Oké, és jó, és ennek is kell egy aktiváció. És aztán már tényleg csak a kimeneti rétegünk van, mielőtt mindenki elalszik. Bár lassan már ugye azért nem alszunk, mert közeleg az ebédidő és éhesek vagyunk. Jó, na, elvileg jól dolgoztunk, de van itt egy olyan tehát a modellel, de itt van nekünk egy ilyen lehetőségünk, hogy kiírjuk egy ilyen kis összegzést, és ez majd nekünk ki fogja írni a terminálra, hogy milyen rétegénk vannak, hogy jönnek egymás után, ezek hogy néznek ki, milyen sépek, tehát mi a bemenet, kimenet, stb. Tehát ezeket tudjuk itt kiírni. Jó. Na, ezután kompájloljuk a modellt. Tehát összeállítjuk a modellünket. Ugye itt adunk egy ilyen kis optimalizációt, ugye, tehát egy optimizert, ahogy azt néztük hétfőn is. Ugye itt a modell az egy sima ilyen ladder optimizert kér. Ugye kell nekünk egy ilyen loss függvény. Ezt most így beírom így egy az egybe. Nem úgy, mint ugye múltkor, hogy külön kimentettük ugye a loss függvényt, hanem csak ide szépen beírom, és ez a... Ugye a függvény név, amiben már benne van a dokumentáció is, cross entropy, ugye így van, és akkor itt ugye a Logitokból fogunk dolgozni. Így igaz. Jó. És akkor hát ez lesz nekünk, ugye ez a keresztentrópia lesz tulajdonképpen, ami a loss függvényt majd adja. Illetve lesz egy metrikánk. Ez pedig ugye az accuracy, ahogy azt eddig is néztük. Hát remélem itt is jól dolgoztunk, de mondom, futtatjuk és megnézzük. Jó. Na, már csak annyi van hátra, hogy fitteljük ezt a modellt. Tehát tulajdonképpen elkészítsük, tehát ugye a trénelést elindítjuk, ugye egyrészt ugye a képekre, nyilván kellenek a labelök hozzá, tehát a címkék, és itt ugye megadjuk, hogy hány epokot menjen. Hát menjen egyelőre 10-et, az nem sok ennél, tehát ez tényleg nagyon, nagyon, nagyon kevés. Hát egy olyan 25-50 jó lenne, de akkor tényleg mindenki el fog aludni. Jó, és még nyilván ehhez, vagy hát ebbe az esetben most még hozzáadjuk a validation-t is, ugye ez az, ami hiányzott ugye az előzőből. Hogy is van? Igen, validation data. Ja. Jó, és itt meg ugye nyilván a teszt képeket és a teszt label-öket adjuk meg. Lassan nem látszik a szöveg, kicsit föntettek elem. Oké, és jó, és aztán írunk egy accuracy-t. Ugye igen, mert ki kell értékelnünk a modellünket. Test loss, test accuracy, és itt a evaluate függvény fogja ezt nekünk csinálni, és a kiértékelés nyilván már a tesztképekre és a teszt labelekre fogjuk végezni. Még egy ilyen adminisztratív dolog, hogy azért túl sok minden ne írjon ki, és aztán ezt a végén ki is írjuk, ezt a test accuracy-t. Hát
Hát tulajdonképpen, ha nagyon-nagyon egyszerűen akarom ezt megírni, akkor ennél több igazából nem is kell. De azért fussunk végig még egyszer. Ugye nyilván itt beimportáljuk, amit kell. Ez administratív dolog, ezt én is copy-paste-tem. Jó, tehát ez nekem el van valahova téve, egyszer megtaláltam így a, hát nem is tudom, ami Stack Overflow-n vagy valahol, és ezt mindig csak bekopízom, mert a CUDA-nak a DLL library-e néha furcsán viselkedik. Lépjünk túl. Jó, itt ugye betöltjük az adatot, nyilván a train image-ekre, a train, ugye a felcímkézett tanító adatbázisra, meg ugye a felcímkézett tanító tesztadatbázisra, bocsánat. Na, tehát még egyszer, felcímkézett tanító és felcímkézett tesztadatbázis. Jó? Itt ugye megadom neki az osztályneveket, tehát hogy milyen osztályok vannak ebbe a datasetbe. Ugye itt van repülőgép, autó, macska, cica, kutya, mit tudom én, micsoda. Jó, tehát ezeket megadom, de ez csak azért kell, mert majd, amikor fölismertetek, akkor ne azt írja ki, hogy a beadott input a hatos osztályból származik, hanem azt, hogy a beadott input a kutya, tehát a dog osztályból származik. Jó, ez tényleg csak ilyen administratív dolog. Okés. Na, itt összerakom a modellt. Jó, látjuk, hogy szekvenciális modell, konvolúciós hálók, sima hálók. Jó, ebbe most nem megyek be, mert mondom, a modellt most hagyni elemezzük, mert nem célja ennek az órának, meg amúgy is nem akarnék olyan mélységeibe belemenni. Jó, tehát itt van nekünk a modellünk. Ez az, amit például ilyen cikkekből, meg ilyesmikből össze lehet halászni, hogy tipikus az, hogy valaki csinál egy nagyon jó ilyen gépi tanuló modellt, azt leírja egy cikkbe, elküldi valami konferenciára, vagy föltölti Archive-ra, és akkor ott ez szépen le van írva, hogy az egyes rétegek hogyan jönnek egymás után, hogyan vannak paraméterezve, és azt itt tudjuk szépen fölépíteni. Jó? Tehát mit tudom, milyen aktivációs függvényt használ, milyen bemeneti shape van, stb. Stb. Jó? Összeállt a modellünk, kírjuk egy összegzésbe, hogy ez hogy néz ki, majd azt mindjárt látjuk, amikor futtatjuk, hogy ez hogy néz ki. Jó, itt összekompájloljuk, nyilván adunk neki egy optimizert, hát ez sok minden, de mondjuk alapvetően az, hogy a súlyokat hogyan inicializálja, meg mi alapján működjön maga a tanítás. Jó, nézzünk egy loss függvényt, ebbe se akarok mondom, jó lenne, hogyha lenne itt a chatben most egy matematikus, és akkor ő elmagyarázna ezt pontosan, hogy hogyan is néz ki, de ebbe most tényleg nem akarnék belemenni, meg nyilván van egy metrikánk, amit nézünk, hogy merre tartson ez a dolog. Jó? És akkor igazából itt meg elindítjuk a tanítást, ugye a train image-ekre, ugye a címkékkel, itt most 10 epochot fog futni. Hát lehet, hogy majd futtatjuk kicsit tovább is, megnézzük, hogy akkor mi történik, és nyilván megnézzük a minden lépésbe a validation datasetre is, tehát a tesztképekre is, hogy ott éppen hogyan áll a dolog. Jó, utána kiértékeljük ezt a modellt, majd kiírjuk azt, hogy a teszt adatbázisra milyen hatékonysággal történik az osztályozás a mi kis feltanított neurális hálónkba. Hát, nagyon egyszerűen, most tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű kis valami. Jó? Korán van még a matekhoz? Hát, igen. Jó. Na, de próbáljuk is ki. Itt a tenzorbor még fut nekem. Hát, szerintem simán Ctrl-C-zni ki tudom. Reméljük nem hall le. Jó. Na, hova mentettem én ezt? Ugye az óra mappába. Na és akkor bízunk benne, hogy jól dolgoztunk. CNN, cifer 10. Ugye azért CNN, mert konvolúciós háló. Hát nézzük. Valami nem oké, ez rögtön látszódik itt. GPU-val lenne valami. Én megnézem itt. Mondjuk, ha elmentem, akkor valószínű jó lesz. Kappa.
Nézzük meg még egyszer. Aha, na jó, most már jó lesz, már csak hibák vannak benne. Oké, és na hát akkor kezdjük. Mi a nyugje? Rögtön az elején. Ez egyrészt. Oké, és jó. Szerintem ezt meg elírtam. Jaj, na, akkor ezt kikopizom a... Hanyadik sorba írja 25. Igen, ez valószínű, akkor doksiba ezt kikopizom. Mondom, ezek a hosszú függvénynevek tényleg arra jók, hogy már benne van a... együtt a dokumentáció is. Jó, nézzük még egyszer. Oké, és jó. Na most már úgy néz ki, hogy jó lesz. Na, és akkor a model summary, amit mondtam, az ez. Jó, tehát itt szépen kiírja nekünk az, hogy amit modellt összeállítottunk, az milyen rétegek, milyen output shape-el, hány paramétere van annak az adott rétegnek. Itt paraméter alapján értjük, itt olyan súlyok meg egyebek, tehát hogy tulajdonképpen hány paraméterünk van, amit majd úgymond a tanítás során finomítanunk kell. Jó, most így nagyon egyszerűen fogalmazva itt erről lenne szó. Ugye megvárjuk, hogy ez itt végigfusson, és akkor beszélünk is róla. Na, hát ez így ránézésre rettenetes, de nem is vártam sokkal jobbat. Ugye látjuk azt, hogy szépen végigfutott 10 epokon a tanítás. Ugye és itt mit látunk? Ugye egyrészt látjuk ugye a tanító halmazra hatékonyságot, meg a validációs, tehát a teszt halmazra hatékonyságot. Jó, és akkor így látjuk, hogy szépen a losszunk csökken, az accuracy-ünk pedig nő, tökéletes, nagyon elégedettek vagyunk. Ugye a validációnál is ugye hát a loss az csökkentget valamennyire, ugye a validationnél pedig növekszik a accuracy, de azért nem feltétlenül olyan ütemben, hogy szeretnénk, de ez nem is probléma első körbe. Na most, amit itt látunk, hogy a teszt adatbázisra, a tanítás végére a losszunk az valamennyi, de az accuracy az nagyon-nagyon alacsony. Jó? Tehát ez a 0.64, ez azt jelenti, hogy a teszt adatbázisunkra, a neurális hálunk 64% pontossággal tudja megmondani, hogy mi van a képen. Hát, az most nem azt mondom, hogy vagy, de majdnem. Jó, tehát ez majdnem ilyen, ugye nyilván a klasszikus valség, hogy meg tudod-e mondani azt, hogy mi van a képen, hát nyilván 50-50%, mert vagy igen, vagy nem. Jó, de azért lépjünk túl félretéve a tréfát, ez még nem jó. Tehát ez még nagyon kevés. Ennél sokkal többet kell tudnia egy ilyen egyszerű datasetre is. Jó? Úgyhogy nyilván ezen akkor most finomítani fogunk. Hát, triviális, mert most nyilván tudjuk, hogy mit kell nekünk tenni. Egész egyszerűen most annyit fogunk csinálni, hogy tovább futtatjuk a tanítást. Jó? Hát, meddig futtassuk? Legyen mondjuk 30, jó? Tehát 30 epokig futtassuk. Egyébként szerintem az eredetibe 100 epok van, de az órán nem érne végig. Jó, tehát szerintem, hát sokáig tartana, az biztos. Jó, most futtassuk 30 epokra, és nézzük meg, hogy akkor mi történik. Na, lássuk. Jó, hát elvileg ugyanazt kell látnunk. Jó, így szépen beindul, és akkor ez tart 30 epokig. Na, amíg ez tart, addig a kérdéseket nyugodtan lőjétek, már látom is, hogy van itt kérdés. Jó, akkor
válaszolnék Admadnak kérdésére is, hogy akkor hogy néz ez ki? Szerintem ott Norbi elég egyértelműen leírta, meg talán el is mondta a streambe is, hogy ez a verge feladat hogy néz ki. Azt kellene követni. Jó? Nyugodtan lehet úgy, hogy a fejezeteket úgymond összevonni, tehát ugye a 2-től 6-ig, és akkor egy videóba az egészet, egy feladatba, egy forráskódba úgy szépen végigcsinálni. Nyilván jó lenne, hogyha izét csinálnátok, a template osztályost, mert azzal megtanuljátok a template osztályokat is. És ugye a tananyagnak része, de többször nem fogom elmondani, már streambe is ezerszer elmondtam, tehát nyomjátok azt végig, jó? És az úgy jó is lesz annak a négy feladatnak, négy vagy öt feladatnak, jó? Tehát azt végig nyomjátok, és akkor az szépen narrálva, végigmesélve, hogy ott mi történik, hogy csináljátok, és akkor az védésnek elfogadható. Jó? Nem egyszerű, mert nyilván egy levegővel azért ezt lenyomni nem egyszerű, de mondom, az úgy rendben van. Jó. Remélem ezzel válaszoltam is a kérdésedre, de Mentol is írta. Így van, így van. Hát, tulajdonképpen Mentol ugyanazt mondta el, amit én. Jó. Pityuka, hát igen. Ha még itt vagy. Debreceni Egyetemen oktatok programozást. C-Sharp és Java is megy. Bár én azt nem oktatok. Jó. Na, akkor nézzük, nézzünk vissza közben, hogy mi változott itt. Ugye látjuk azt, hogy tovább futott a tanítás, jóval, és hát meg tudjuk nézni az előzőt. Igen, na most az előzőnél a tanítóra az accuracy az 0,74 lett. Jó. Ennél pedig 0,86. Hát ez már mindenképp egy javulást jelent. Viszont a tesztadatbázisra még mindig eléggé gyengécske a tanításunk. Hát igen, ezt tovább kéne futtatni még ennél is. Jó? Tehát ez tényleg egy... Hát nem jó ez az accuracy. Pityuka, nagyon szívesen. Jó, tehát ez az accuracy, ez nagyon, nagyon, nagyon nem az igazi még. Jó, de mindegy, amit itt most lényeges, hogy látjuk, hogy ezeket a modelleket hogy tudjuk föltanítani, meg úgy nagyjából hogyan működnek ezek már ilyen Python-os programozó szempontból. Az, hogy egy ilyen modellt hogyan alkotunk meg, na hát az a nem egyszerű. Jó, nyilván itt megírni, megcsinálgatni azért viszonylag ilyen egyszerű módon meg lehet tenni, de ez azért nem egyszerű. Jó. Tehát ez a modellalkotás mindig, ami a nehéz. Oké is. Na, lépjünk vissza viszont tovább, mert lassan kifutunk az időbe, és még sok mindent akarok mutatni. Ugye, itt most mi föltanítunk egy ilyen neurális hálót, ezt ki lehet menteni. Jó? Hát a mentésre szerintem ma a jövő héten fogok kitérni, most csak megnézzük, hogy hogyan lehet ezeket használni. Tehát ezeket a neurális hálókat föltanítva ki lehet menteni. Ugye általában ezeket nyilván nem egy otthoni PC-n, pláne nem egy laptopon tanítják, főleg ami ilyen alkalmazásban van. Hát ugye már tudjuk, hogy ugye már a mobiltelefonunkban is mesterséges intelligencia van meg mindenhol, ami nyilván 90%-ban marketing szöveg, de fogadjuk el, hogy valami intelligencia azért van a dologban, mármint hogy valamilyen ilyen neurális hálós modell. És ugye azokat a modelleket föltanítva adják nekünk, tehát nem úgy néz ki, hogy elindítjuk a kamerát és a telefon tehát a kamera appot elindítjuk és a telefon elkezdi föltanítani a neurális hálót, mert nyilván az úgy nem működhet, hanem ezeket a neurális hálókat föltanítva készen beleteszik a telefonba, és akkor ott igazából csak használják. Jó? És nyilván ezeket le lehet töltögetni. Vannak ilyen nyílt, tényleg föltanított neurális hálók, amiket le lehet tölteni. Ugye a Cifár 10-re, a Cifár 100-ra, sőt az MNIST-re is van. Bár nem hiszem, hogy valahol így az MNIST-et így érdemben használják is, pláne nem amiket mi néztünk. Jó? Úgyhogy igazából most a órának így a végéhez közeledve csak egy ilyen alkalmazást mutatnék meg.
jó, pontosabban egy ilyen alkalmazási lehetőséget, illetve egy ilyen szoftvert, úgyhogy ebben nem is nagyon akarnék most részleteibe belemenni, hogy ilyen forráskód szinten hogy működik, mert az tényleg, tényleg masszívabb egy kicsit. Amit meg akarok mutatni, az a Darknetnek, remek neve van, a Darknetnek a YOLO nevű programja, tehát ez, azt hiszitek, hogy viccelek, de nem viccelek, mert tényleg ez a neve. Jó, itt rá is keresek. Jó, tehát itt látjuk. Tehát tényleg ez a neve a programnak, ez a Real-Time Object Detection. Ez egy, hát egy elég jól működő kis szoftver. Elég sok, tehát nagyon sok féle modell működik, meg tényleg nagyon sok alkalmazási lehetősége van. Itt ezen látjátok a oldalt, itt szépen le tudjátok tölteni, be tudjátok fordítani, itt van egy pár ilyen kis teszt példa, ezeket most meg fogjuk nézni. Jó? Tehát ezeken fogunk most így egy kicsit jobban végigmenni. Na de akkor nézzük is, hogy hol van ez nekünk. Ugye én ide töltöttem le. Oké, és jó, és akkor van itt nekünk pár képünk, hogy hogyan is néz ez ki. Ugye előzetesen, bocsi, hogy kattingatok össze-vissza, mindjárt összeszedem, hogy mi is kell. Ugye előzetesen mi, tehát én letöltöttem ide a súlyokat, de nézzük ezt meg. Ugye letöltitek a programot, lefordítjátok, ahogy azt a leírásban is van. Amúgy semmi különös nincsen. Sima mékkel elvileg kell működnie. Talán amit érdemes megnézni, hogy a makefile-ba ugye tudjátok paraméterezni. És hogyha akartok GPU-t használni, akkor nyilván itt a makefile-nak az elejét ezt írjátok át, mert alapban nullán van, legyen egyen. Jó? És akkor szerencsés GPU-t használni, mert ez tényleg már egy masszív alkalmazás, tehát itt működik GPU nélkül, csak baromi lassú. Jó? De majd mindjárt mutatom, hogy mit is kell itt látni. Jó, ezt most be is csukom. És akkor simán még kell lefordul, ilyen OpenCV-t kell telepíteni, meg ilyesmi. Ha valahol elakadtok, majd kérdezzetek a valamelyik fórumunkon, és akkor ott majd válaszolunk. Jó, de akkor nézzük, hogy ugye így simán végettel le tudjuk tölteni a súlyokat, és ez már a konkrét feltanított neurális háló. Jó? Na most én ezt nem indítom el, mert múltkor baromi lassú volt a szerver, és valami fél órát töltötte. Nekem itt van egyébként, látjátok, a súlyok már le van töltve tulajdonképpen. Jó? Tehát én most ezt nem fogom még egyszer letölteni. Nagyon sok más modellt is le lehet így tölteni. Tehát tényleg rengeteg egyéb modell van, ami használható, meg mit tudom én, a ResNet-től kezdve a Coco adatán. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen neurális háló modell van. Jó? De nézzük, mert tényleg nem olyan tehát tényleg haladjunk. Ugye nyilván itt futtatjuk a programot, ezt is majd nézhetitek a weboldalukon, hogy hogyan is kell ezt használni. Ugye detektálni akarunk, át kell neki adni egyrészt paraméterbe egy ilyen config file-t, ami azt tartalmazza, hogy rosszul írom, ami egyrészt azt tartalmazza, hogy mi az a modell, tehát tulajdonképpen a modell tartalmazza, hogy milyen hálózatok, amit néztünk az előbb is, hogy milyen háló jön egymás után, hogy néz ki, hogy működik, jó? És tulajdonképpen ezek a config fájlok tartalmazzák ezt. Át kell neki adni ugye a feltanított neurális hálót, mert itt ugye majd csak ez a csak felismerés lesz, amit egyébként inference-nek hívunk, jó? Tehát a felismerés lesz, és át kell neki adni egy képet. Hát én most milyen képet fogok neki átadni? Ezt a jóképű labrador kutyát fogjuk neki átadni, hogy ezt ismerje föl, hogy ezen mi van. Már hogy ezen a képen mi van. Oké, és akkor lássuk, hogy jól működik-e. Na, hol van nekünk a kutyánk? Szerintem itt.
Vagy itt van? Na, hova tettem? Most néztük meg. Egyen visszább kell lennie. Ja, nem is ez a neve. Jó. Nem kutya, hanem ez. Jó. Sikerült. Na, és akkor elindítjuk. Itt szépen betölti nekünk a hálózatot. Így szépen lefuttatja, hogy fölismeri a képet. Hát, szuper. Na most mit látunk, azon kívül, hogy egy kutyát, meg hogy sikerült a felismerés. Ugye látjuk azt, hogy ez azért egy elég mély neurális háló. Jó? Tehát ugye itt a layerek száma, ugye az első oszlop, ugye a layer típusa, meg hogy milyen méretben van, bemenet, kimenet, stb. Hát ez már tényleg egy mély neurális háló. Jó, tehát ez már tényleg sok-sok réteg. És a végén ugye azt látjuk, hogy ugye itt még kiírja, hogy sikerült betölteni a súlyokat, szuper, és akkor itt írja, hogy mennyi volt a prediktálás, tehát mennyi idő. Hát ez egy képre azért hamar lezajlik. Jó, tehát itt látjuk, hogy ez mennyi 500 másodperc. Hát ez egy elég gyorsnak mondható modell. Ugye nagyon sokféle modell van, vannak gyorsabbak, lassabbak. Ez egy elég gyorsnak mondható. Tehát ez már tulajdonképpen, most ha így kiszámoljátok, ez már alkalmas real-time object detectionre is. Jó, legalábbis ilyen méretekbe, de mindjárt erre is nézünk egy példát. Jó, és akkor látjuk, hogy ezen a képen ilyen bizonyossággal mondta azt, hogy egy kutya van. Jó, tehát ez 99%-os bizonyossággal egy kutya van. Jó, oké, és na, nézzük mást is. Mondjuk nézzünk meg egy kicsit komplexebb képet. Ezt én az infókaron készítettem a szakmai héten, de hogy is a kutatók éjszakáján. Jó. Hát látjuk, hogy itt ez azért már egy kicsit heterogénebb dolog. Emberek vannak, billentyűzet, számítógép, stb. Hát mi fog itt történni? Ugye ez a nagy kérdés. Próbáljuk ki, teszt a neve, nagyon fontos, tehát ezt ne felejtsük el. Oké, és ugyanarra a modellre fogom futtatni, csak nem ugyanarra a képre. Jó, tehát látjuk, hogy ugyanúgy a Darknet, ugyanúgy ez a YOLO V3 modell, tehát maga ez a, hát ez a beépített modell, ugye a feltanított neurális háló is ugyanaz. Jó, csak most a tesztre. És ugyanúgy betölti a hálót. Ugye? Hát igen, ez már egy kicsit advancedebb dolog itt. Ugye ez az, amire kérdeztél, Manvio, hogy remélem jól mondom a nevet, ha nem, akkor elnézést kérek, hogyha két szám van egy képen, akkor mi történik? Hát valami ilyesmi. Legalábbis, hogyha a szoftverünk úgy van megírva. Jó, ugye itt is mi történik, most tényleg a forrásba nem akarok belemenni. Ugye az, hogy nyilván elkezdi ott keresgetni, hogy hol vannak objektumok, ugye az egyes objektumokat elkezdi kiszegmentálgatni, megnézni, hogy azon mi van, és azokat futtatja ennek a neurális hálónak, és megnézi azt, hogy mi van az egyes ilyen kiszegmentált kis képeken, képrészleteken. Jó, és azt utána fogja és visszarakja az eredeti képre. Hát tulajdonképpen valami ilyesmi működik, már úgyhogy visszarakja, hogy így bekeretezi. Jó, tehát rárak egy ilyen keretet. Hát látjuk, hogy itt fölismert ilyen széket, meg hát TV monitor, ugye, hát most TV vagy monitor, akkor keyboard, egy csomót fölismert itt, jó. Hát igen, meg hát nyilván az embereket, akik a képen szerepelnek. Na, oké, és akkor itt még látjuk azt is, hogy az egyes predikciókat milyen bizonyossággal mondja. Hát itt azért vannak már alacsonyabb értékek is, de vannak elég magasak is. Jó? Ez minden egyes ilyen érték az egyes ilyen
felismert objektumokra vonatkozik. Jó. Na, de hogy lássuk, hogy tényleg van ennek kicsit izgalmasabb része is, mert ez is tök szuper, hogy képen. Próbáljuk ki ugyanezt videó streamről. Na most előre elnézéseteket kérem, mert tényleg voltak tervek, hogy ezt hogyan kéne bemutatni. Most egy ilyen nagyon gagyi megoldást fogok választani, és a telefonomnak a képét fogom kistreamálni a lokál hálózatba, és arra fogom nektek majd ezt a tanítást végigmutatni. Tök jó lett volna, hogyha OBS-be tudok írni egy olyan modult, ami itt a, tehát ennek a webkamera képét hackeli át egy kicsit, csak hát az idő az olyan, hogy hát nem mindig van, maradjunk annyiba. Jó, úgyhogy reméljük, ez működni is fog. Oké, és na, itt egy picit máshogy kell a darknetet futtatni, ez ilyen detektor demo lesz. Tehát így kell futtatni, hogyha ilyen videófájt akartok mögé tenni. Ugyanúgy hát ez most a Coco adatbázisra fog részben futni, viszont ugyanúgy a YOLO hálóra, tehát ugyanarra a config file-ra tulajdonképpen, amire az előbb is. A súlyokat ugyanazt fogjuk nézni, és akkor itt most kéne nekem a videó streamem, már ami a mobilból jön. Hogy is volt ez? Nyilván lokális hálózat kell. Így, de nem találok semmit. És jó, csak közben nézem, hogy ugyanazt a címet kaptál meg a telefon, de reméljük. Jó. Oké, és na, hogyha elkezd szaggatni a stream, akkor elnézéseteket kérem, mert ez tényleg egy erőforrás igényes dolog. Tehát itt most ez könnyen lehet, hogy a gép egy kicsit le fog térdelni, még ez is, de mindenképp nézzük, hogy mi történik. Reméljük működni fog. Oké is. Na hát itt van nekünk a videó streamem, ami a telefonból jön. Na most ezt mindjárt, mert a front kamera aktív. Jó, és akkor hát elnézést kérek, hogy ilyen szörnyű minőségű, fogalmam sincs, hogy miért ilyen, fordítva. Fogalmam sincs, hogy miért ilyen szörnyű minőségű. Ez egy iPhone 11 lenne elvileg, csak mondom, ez az alkalmazás ilyen vacak, ami kiküldi nekünk. Látjuk, hogy ez működik tökéletesen ilyen livestreamre is. Na, ezt akartam úgy megcsinálni, hogy a hoppá, hát majdnem fogkefe. De jó, határeset elfogadjuk. Jó, úgyhogy mondom, elnézést tényleg, hogy ilyen szörnyű a minősége ennek a videóképnek, de hát ezt adja az alkalmazás, ez ilyen IP-ken app tulajdonképpen, hát ilyen minőségbe küldi ki a videóját. Jó, hát majd lehet, hogy hackelek rajta egy kicsit, és akkor jobb lesz ez, de most ez ilyen. Most még megpróbálok valamit, hogy a hátsó kamerára át tudom-e tenni. Igen, akkor meg kell fordítani. Fantasztikus. Jó, na és akkor itt meg látjuk azt, hogy a monitoromat szépen fölismeri, a billentyűzetet szépen felismeri, és kapot, és a tévé, meg ilyesmi. Jó, hát és még ide teszem a kezem, akkor még ki is írja, hogy ez egy
Person. Jó, hát mondom, ez már egy alkalmazás, hogy hogyan is működhet egy ilyen. Jó, és akkor itt látjuk mögötte, kicsit elhúzom, hogy az itt az FPS már kicsit máshogy alakul, tehát itt azért már a, mondjuk szerintem lehet, hogy itt a videostream miatt is problémás, majd jobb lesz ez az FPS, hogyha mindjárt megnézzük rendes videón is, mármint amit így előre felvettem, nem ilyen videostreambe, illetve még amit megnéznénk, az a erőforrás, hogy a erőforrásokkal hogy állunk. Ugye ez GPU-n fut, úgyhogy én most meg fölvillantom nektek itt a Nvidia-nak ezt az X-szerveres kis apját, és itt látjuk, hogy ez hát azért terheli. Jó? Tehát egyrészt ugye látjuk, hogy azért a GPU is pörög, ugye a memória is azért erősen használatban van. Tehát itt azért a GPU az most ki van használva. Jó? És ez azért egy... Na csak sikerül megtalálnom, amit akarok. Jó, hát ez még határeset, de itt azért látjuk, hogy itt pörgeti azért a dolgokat. Valami, nem is tudom, itt valami info van-e még erről, de szerintem úgy ennyi. Jó, meg ugye a CPU-t is azért ez már használja. Jó, még nem lépek ebből ki, mert még egy valamit megnézünk. Jó, akkor ezt kilövöm, mert ugye ez nem csak ilyen livestreamre fut, hanem fog ez működni majd videóra is, csak akkor nézzük meg azt is, hogy videóra ez hogyan tud működni. Na most én tavaly, hát nem tavaly volt, az már több éve is, fölvettem egy ilyen kis videót, ahogy kocsival körbe megyek a, nem ezt akarom, a info ott a kampuszon, de mindjárt megkeresem, hogy hol is van ez. Jó, hát lényegében ugyanúgy kell futtatni, mert most ugye az, hogy video stream vagy video file, ugye OpenCV szempontból mindegy. De felvettem egy videót, hogy körbe megyek ott a kampuszon, és akkor nézzük már meg ezt is, hogy erre mit mond a dolog. Jó, hát igen, kicsit nagy ez az ablak. Jó, kicsit lekicsinyítem. És akkor ugye beszéltük, hogy azért kicsit majd talán lesz szó önvezetésről is. Hát na most nyilván azért ez még nem az, de azért nyilván ilyen objektum szegmentálás, meg objektum felismerés azért fontos része ennek a dolognak. Jó, hát látom a stream az kezd haldoklani. Hát nem csak a stream, hanem úgy a gépen nagyjából minden. Jó, elnézéseteket kérem, de ez tényleg egy erőforrás igényes dolog. Remélem azért a hang az jó legalább, és akkor legalább hallani jól halljátok, ami történik. Ugye látjuk, hogy szépen megyünk körbe a kampuszon, és így az autókat fölismeri, fölismerte ott a táblát, ugye a rendőrlámpát, ami ott a sorompónál van. Úgyhogy szépen ez is szegmentálja ki ugye az egyes objektumokat, és ugye itt is meghatároz hozzá egy ilyen valószínűségi értéket. Jó? És tehát az, hogy az adott objektum, amit ott kiszegmentál, és ott be is keretez tulajdonképpen, az milyen valószínűséggel tartozik abba az osztályba. Jó? Vagy hát milyen bizonyossággal, inkább ezt mondanám, mert a valószínűség olyan fura itt egy kicsit. Jó? És akkor látjuk, hogy ott a teljesítményre és ott az FPS, hogy hány FPS-sel megy. Ugye ez egy rögzített videó, tehát itt a igazából akármilyen FPS-sel is mehetne, tehát mehetne akár 100-a és 200-a is, ugye ez nem olyan, mint egy élő, hogy limitálva van. És azért látjuk azt, hogy egy 2070-es GPU-n, ami elég jó ki van már hegyezve gépi tanulásra, azért itt is, ez is megfekszik. Jó? De hát mondom, ez szerintem a streamen is tökéletesen látszik. Ugye csak itt fölvillantom nektek a Nvidia X Server Settings-t megint. Ugye látjuk, hogy itt már ilyen 90% környékén van a GPU használat, 6 GB memóriát fölzabál. Egyébként maga az oprendszer olyan egyet szokott, tehát 5 GB memória simán elmegy erre. Hát megpróbálom még a CPU-t is fölvillantani. De hogyha összeomlana a gépem, akkor most el is köszönnék. Jó? Hát és akkor látjuk azért itt is, hogy azért bizony ez is használatban van. Jó,
Úgyhogy, és ez 8 dedikált mag, tehát nem 8 szál, hanem ez 8 mag. Jó, tehát azért erőforrás igényesek ezek a dolgok. Na, és akkor így szépen, hát igazából én úgy nagyjából mára ennyit is gondoltam. Haladunk még szerintem ezzel majd tovább, mert van még itt egy-két dolog, amit mindenképp meg akarok mutatni. Nem csak feltétlenül ezzel kapcsolatban, hanem mással kapcsolatban is. Nem tudom, hogy mikor fogunk ezzel legközelebb foglalkozni, de mindenképp fogunk. Jó. Na, tényleg kilövöm, mert nem akarom, hogy a stream ilyen legyen. Kérdések vannak-e esetleg? Azokat most tegyük föl bátran. Kérdés, megjegyzés, bármi. Érthető volt nagyjából, hogy mi történik. Jelezzetek vissza, hogy nem alszotok még. Kaius, nem. Jó. Igen, F. Jó. Rendben van. Akkor én tényleg már ennyit gondoltam. Beszéljünk a jövő hétről, mert ugye hétfő húsvét. Szerintem kedden lesz óra. Jó, tehát meglátjuk, hogy mi, mert bár mondjuk úgy, hogy most ez egy hosszú hétvége lesz, tehát akár még időm is lesz. Ugye most nyilván hiába a húsvét, azért a rokonokat most nem menjünk meglátogatni. Tehát igazából lesz időm készülni, de meglátjuk. Meglátjuk, hogy lesz. Írok még ezzel kapcsolatban. Ami most kinéz, az, hogy kedden 4-től lenne óra. Kedden 4-től lenne óra, csütörtökön viszont fixen a szokott időpontba. Jó, tehát az biztos. Jó, a keddel kapcsolatban majd még írok, mert ott ki is kéne akkor találni, hogy pontosan mit csináljunk, hogy csináljuk. Lehet, hogy a korábbi ígéreteimet fogom teljesíteni, amiket ígértem így korábbi órákon, de majd meglátjuk. Jó? Oké is. Mumbleda. Bocsi, hogyha rosszul mondom a neved. Megy ez 10.50 TI-on is. Simán, simán. Annyi, hogy egy hát 10.70, 10.50-en nyilván egy kicsit lassabb lesz. De simán működik. Hát a 10-es széria az már jó. Hát emlékszem, én először ezt a videós, amit most mutattam nektek, hogy körbe mentem a kampuszon, azt egy 980-on futtattam. És simán működött, simán ment. Szóval mentol nem, tényleg működik. Próbáljátok ki, kicsit lassabb, lehet, hogy nem ilyen FPS értékeket produkál, de nem zárom ki amúgy, hogy nem lesz rossz. Ez a Darknet egyébként C-be van írva. Tehát igen hatékony. Tehát C és CUDA kód. Nézzetek rá nyugodtan. Traumatizáló elsőre, de amúgy baromi jó meg van írva. Nyilván itt a hardware-t használja a progi közvetlenül. Tehát szerencsés is ez így. Nyilván alkalmazásban amúgy is így szoktuk, hogy C, C++, ugye CUDA-val, tehát tényleg az baromi hatékony, de mondom, simán működik. Én egy 9, ugyanezt a videót, amit itt láttatok, én először egy 980-on futtattam le, és simán ment. Hát, Perpit, erre most nem tudom válaszolni, hogy melyikben van több CUDA-kór. Lehet, hogy a 980-ban több van. Ezt nem tudom, meg kell nézni az adatlapjukat. De szerintem a 1050-en is simán működik. Simán működik.
Hát igen, a laptop megérzi, meg fogja érezni. Hát mondom, ez a gép is megérzi. Azért egy hosszabb tanításnál, amikor fölpörög a hűtés, ott tudjátok, van ez az ilyen munkavédelmi fülvédő, azt érdemes olyankor. Hát igen, MX150. Jó, okés. Na, hát akkor, ha nincs úgy kérdés, akkor ma még délig ne felejtsétek el magatokat beírni a jelenlétibe is, aki még nem tette, vagy itt írja, hogy jelen, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ott oda vezessük föl magunkat. A jelenlétibe az e-learningen a jelszó Schwarzenegger, ezt se felejtsétek. Mondom, fél órátok még van ezt megcsinálni, mert úgy lesz, hogy minden héten hétfőn reggeltől csütörtök délig tudjátok magatokat a jelenlétibe bekattintani, és a jelszót így órán mondom el. Jó? Okés. Radeon GPU-val működik-e? Na most a Radeon GPU-knál van egy olyan valami, most ezt meg kell néznem, mert még csak mondták nekem, hogy létezik ez a dolog, hogy tudtok emulálni ilyen kudás jellegű környezetet, tehát van valami API, amivel működik. De én még nem próbáltam, mert hogy próbáltam volna ki. Jó? Tehát van. Tényleg nem tudom, hogy működik, meg nem is tudom, mi a neve. Jövő hétre megnézem nektek, jó? Hogy hogyan is néz ki, de van valami API, vagy valami, amivel Radeon GPU-ra is ezt össze lehet hackelni. Jó? De most tényleg nem jut eszembe a neve, mert tényleg nekem is pár hete mondták, hogy létezik ilyen. Jó. Na, hát akkor, ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm, hogy ismét ilyen sokan itt voltatok, és tényleg ilyen sokan néztétek a mai órát. Nyugodtan kérdezzetek YouTube-on is, ott kommentbe a videó alatt, vagy akár Discordon, Face-en, tényleg akárhol, ahol szeretnétek. Tök jó, Perpit. Üdvözöllek itt akkor. Te tényleg nyugodtan kérdezzetek, hogyha van valami, amiről szeretnétek esetleg többet hallani, valamit nézzünk meg egy kicsit jobban, akár ebbe a témába is, vagy akár bármelyik másik korábbi témába is, hogyha tényleg van valami, akkor kicsit úgy jobban beleásom magam, és akkor itt átbeszéljük órákon. Úgyis lassan a könyvnek a végére érünk, úgyhogy nyugodtan javasoljatok témákat, aminek utána szeretnétek nézni. Jó? Okés. Na, akkor én elköszönök. Köszönöm szépen tényleg még egyszer, hogy itt voltatok, és jövő héten folytatjuk, majd fészen írom, hogy pontosan mikor. Na, hello, sziasztok!